Én nagyon sok sipetkét szoktam enni, meg levesbe inkább nokedlit csinálok, mert akkor ez hatalmas adat, de most vissza kell, hogy fogjam magam. És tényleg valami kevesebbet kéne összehozni. Szóval akkor tegyünk bele mindegyik lisztből egy kókuszliszt, nagyon sok rosttal. Annyi kókuszt is sikerült, egy kis mandulaliszt. Ez is jó zsíros liszt. Mi kell még hozzá? Tojás. Kezembe akadt az utifi maghé. Egy nagyon picit teszek bele, legyen benne még rost. Tojás a barátunk, hát meglátjuk. Meglátjuk, mi sül ki ebből, vagy inkább mi fő ki. Egy tojással első kísérlet. Lehet ebből is kéne egy csipet só, nem lehet, hanem biztos csak most ugye tojásos a kezem. Se megállítani nem tudom ilyenkor a videót. Bocsi, itt a zajokért. Ha megsüketültél, szóval egy csipet sót tegyünk bele, hogy azért legalább ez legyen sós. És most megpróbálom valamivel összekeverni. Mondjuk egy villával. Mi lesz ebből? Hát, nagyon nem is kéne hozzá még egy tojás, tényleg ilyen minimál design. Nem is akarok többet, mert azért oké, okay, hogy ilyen meg olyan egészséges liszt, de... És ugye még egy tojás már sok lenne. Ezért mit csinálok, hogy kicsit még... Na, azért rajta kupak. Egy nagyon pici főző tejszín. A vizet azt minek, abban nincs zsír, azt minek egyé. Nincs értelme. Esetleg egy kis zsírt lehetne hozzá keverni tényleg. Jobb legyen, kókuszzsírt, vagy valami ilyesmi. Úgy tényleg egy kis olívaolajat kellett volna hozzányomatni, nem? Ez szerintem kész van, olyan csipetkének kinéző tésztet. Aztán, hogy milyen íze van, de most én ezért nem tennék fel főzővizet, hanem abba a csodálatos levesbe bele fogom főzni, és abban még kell öntenem mégiscsak vizet, mert az úgy túl sűrű, és akkor már tényleg levest főzök. Van, aki szereti nagyon benne a zöld fűszereket, hát én rühellem, szóval, hogy én most nem teszem, de tegyél paradicsom levesbe ilyen zöldségeket, meg ilyeneket, ne is vízzel önts föl, hanem ilyen répalével, meg ilyen vackokkal szokták. Én nem tudom minek, én nem szeretem, és akkor ilyen lett a csipetkénk. Csak ezt azért ugye ismerős a mandulaliszt, meg ezek a csodalisztek, hogy ezt 10 percet pihentesd. Ugye? Mindig úgy szól a fáma, úgyhogy most 10 percre elmegyünk pihentetni. Pár perc alatt már nagyon jó állagú lett. Hát ez tetszik. De ezeket a lisztekkel egész könnyű dolgozni. Aztán, hogy most ebből milyen csipet kell, ez mennyire fölszét? Ez valami irgalmatlan soknak, legalábbis sok munkának, amire megcsinálom. Mi lett belőle? Szét, főteltünk föl. Ezt így, ezt a főzést, ezt így be is helyezhetjük. Jó étvágyat, gyerekek! Na, mi lenne megsütném? Ott ez a döglött olaj. Azt nem szabad enni a ketogén diétában, de hogyha meg lehet sütni, akkor majd legközelebb sütök ilyet mondjuk. Csak azért, hogy az állaga miatt. Nem borítottam még ki az olajat, hogy az is szemét. Hogy csak azért, hogy meg lehet-e sütni, mert mit csinálják ezzel a halcsalival így. A formába. Amíg főzöm a tojást, addig elfoglalom magam. Szóval az az ötletem támad, hogy csinálok belőle ilyen kis pogácsákat, párat, és ezt ugye beleteszem az olajba, azt megsütöm aztán, és ezt az olajos edényt is le kell önteni a komposztba, meg el kell mosogatni. Nem tudom, ez úgy szét akar szakadni, nem csodálom, hogy nem lehet főzni, szóval úgy lehet érezni, nem tudod főzni. Valami hiányzik bele, amit úgy hívnak, hogy glutén, és az úgy azt tartja olyanná tésztát, ugye, ahogy megszoktad, attól olyan jó a lángos, a palacsinta, attól pusztulsz dagatra. De hát attól olyan jó az állaga, vagy hát nem is az, hogy jó, hanem azt szoktad meg, itt a baj. Mert hogyha ezt szoktad volna meg ezt a pempőt, amit én csináltam, akkor de finom, lehet, hogy megettem volna, nem? Melegszik, mert... Mégis mindegy, hogy hogyan fogom kidobni, az tény. De most ez így ehető lesz. Mégis mi van benne? Tojás, mandulaliszt, kókuszliszt, egy kis utifű, maghé, meg só. Egy csipet. Így ennyi. Itt vannak a kis pogácsáink. Ezeket fogjuk most olajba is meggyilkolni, mert közben tojás az fő legalább. Lehet, hogy átteszem, hogy innét legyen. Ez a láng, ez izmosabb. Tojásnak majd elég a hőntartós. Gyorsan süssük már meg. Kinyitom az ablakot, hát ha tűz lesz, legyen tűzoltók észrevegyék a füstöt.
klasszikus. Jó lenne ez itt nem forna ennyire. Ez már meleg, olyan koszos az olaj, nem látszik, hogy szagom állom. Hangja az olyan, mintha jó lenne, amit csinálok. De ha finom, akkor van csoki krémem. Szóval akkor tojok bele, hogy egy kis étolaj belekerül. De akkor sajnálni fogom, hogy nem kókuszsíron sütöttem meg. Vegyétek úgy akkor, hogy kókuszsíron, ha megsütöd, akkor jó is valamire. Mert akkor lehet kidobni. És meg kell ismét. Hó, de milyen jó néz ki! A sülés közben meg milyen jó néz ki! Na, jaj! Na. Úgy néz ki, ezeket sütni lehet. Főzni nem. Na, de ügyes vagyok. Ja, már most mostam el a villát, ugye az okos ötlet volt, meg kipattogja magát, meg kiforja magát, hogy szoktál mondani. Na, olyan kis mini lángosok. Hát, gyárekek, ez tejfölle kész a lángos. Ketogén lángos, érted? A sajt, sajtot teheted, tejföl teheted. Ha megcsináltam a kettó lángost, akkor nagyon ott vagyok, ugye? Hát mindjárt kiszedem aztán, mert most már csak azért is megkóstolom. Lehet, hogy létrehoztam a lángost. Ketogén diétával, azért itt találsz föl valamit, hogyha mindent csinálsz, ami logikátlan, nem? Máshogy nem. Ugye az is olyan szakma, mint az elektronika, hogy itt már csak szép lehet, okos nem, mert már mindent föltaláltak. Ugye franc. Egész jó néz ki. Most nem azért magam nyom, dicsérjem. Kész vannak a kis kettolángosaim. De finom. Hát jó étvágyat. Meg megkóstolom, azt most még beletesszük a videó, hogy mi a francot készítettem. De tényleg olyan, mint a lángos. Kicsit tömörebb. Forró nagyon. Tessék, kettolángos fasza. Kicsit olyan, mint a kókuszreszeléket enni. Olajosan. Kevés sóval. Amint semmi para. Jó lesz most csoki krémmel. Ilyet érdemes csinálni meg. Mit érdemes? Feliratkozni. Na, csumi, sziasztok!